Üdvözöllek! Az ombre szemöldök tetoválásokról szeretnék pár szót szólni. Az ombre szemöldök tetoválás a mai divatnak igencsak megfelelő, nagyon trendi, nagyon szép, nagyon sok vendég kedveli. Nagyon finom, púderes, átmenetes, színátmenetes szemöldök tetoválásról van szó. Tulajdonképpen mindenféle bőrtípushoz ajánlható, akár kevés szőr van, akár sok saját szemöldök szőr van, minden esetben ez egy nagyon-nagyon klassz megoldás. Ősszel lesz egy nagyon átfogó képzésem, Ombre Selection képzés a neve. Többféle ombre technikát fogok ezen a képzésen megmutatni. Az évek során többféle ombre technikát találtam ki. Az első, ami talán a leggyakrabban volt eddig használható, az az Ombre Forte. A következő az Ombre Misti. Aztán jött az Ombre Andante, és mindebből, és a szálazásból, és satírozás különböző technikáiból állt össze az Ombre Mix. Tehát ez a négyféle technika kerül bemutatásra általam majd ősszel. Miért is van szükség ennyiféle ombre technikára? Hát azért, mert a vendégeink is mind különbözőek. Nagyon lényeges az, hogy kinek mennyi a saját szemöldökszőre, az a szemöldökszőr hiányos, vagy mindenhol van, vagy csak kevés van, különböző kis foltocskákban hiányzik, illetve mik a sminkelési szokásai a vendégeinknek. Szeretné, hogy egy kicsit karakteresebb legyen, vagy azt szeretné, hogy szolidabb, finomabb legyen, ne lehessen észrevenni, ne legyen túl sminkelt hatású, hanem inkább a természetes irányba menjen el a tetoválása. Mindezeknek megfelelően, ezeknek az igényeknek megfelelően tudjuk alakítani az ombre technikáinkat. Az ombre technikáknak a közös jellemzője a nagyon lágy, púderes satírozás, tehát nem a régi tömény satírozás, hanem a lágy, nagyon finom, púderes, áttetsző, pixelhatású satírozás, illetve még egy fontos jellemzőjük van, hogy a sötétebb színtől a világos szín felé egy átmenetet kell képeznünk. Mindezt satírozással tesszük meg. Ez a különböző technikáknál különböző módon történik meg, ezért is Ombre Selection ennek a képzésnek a neve. Ha te is szeretnél a mai kor elvárásainak, trendjeinek megfelelő csodaszép szemöldök tetoválásokat készíteni, szeretnéd elsajátítani az Ombre Selection minden tagjának különböző kis technikáit, akkor sok szeretettel várlak a képzésemre ősszel. Az alábbi linken minden információt megtalálsz.